Áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a Mózes első könyve 21. részének első és második verseiből szól hozzánk Isten igéje. Azután meglátogatta az Úr Sárát, ahogyan megmondta, és úgy cselekedett az Úr Sárával, ahogy megígérte. Sára teherbe esett, és fiút szült Ábrahámnak öreg korára, abban az időben, amelyet megígért neki Isten. A Mózes első könyvéből olvassuk Ábrahám történetét. A 12. részben olvasunk elhívásáról, amikor Isten kihívja szülőföldjéről, rokonai közül, hogy induljon el az ígéret földjére. Az indulás alapja, Isten szava, kijelentése, áldás ígérete volt, megáldalak téged, és áldás leszel, nagy néppé teszlek, és általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. És Ábrahám elindul. Azért a hívők atya ő, mert szilárd hite meglátszik cselekedeteiben, engedelmességében. Hosszú útját hittel járta, míg el nem ért Kánaánba. Iránytűje volt az Úr szava, és hű útitársa az Úr maga, mondja kedves énekünk, és megérkezve az ígéret földjére, az időközben megöregedett házaspár megtapasztalja, hogy Isten nem hazudik, neki semmi sem lehetetlen, az ő ígéretei beteljesülnek. Amikor már emberileg lehetetlen, amikor Ábrahám 100 éves volt, a felesége Sára 90, megérkezik az ígéret gyermeke. Izsák születéséről szól mai igénk. A Szentírásnak minden része, ez a rész is Istenre mutat. Így kezdődik, az Úr pedig meglátogatta Sárát, ahogy megmondta. Ez a kezdete mindennek a Szentírásban, hogy Isten szól és cselekszik. Jó megismernünk Isten kijelentését, a Szentírást, és meglátni benne azt, hogy Isten hogyan cselekszik. Szeretnék elmondani három dolgot erről. Először Isten úgy cselekszik, hogy valamit eltervez, eldönt. Másodszor, amit ő eltervezett, eldöntött, azt kijelenti. Ezt nevezzük proféciának. Ez a szó azt jelenti, hogy előre megmondani. De mit mond meg Isten előre? Amit ő elhatározott, eltervezett. És harmadszor, amiről mai igénk is szól, amit ő eltervezett, kijelentett, azt valóra is váltja, véghez viszi, meg is cselekszi. Jó ezt hittel felismernünk, megtapasztalnunk, és áldani érte teljes szívünkből Urunkat az énekíró imádságával. Ó Ábrahám Ura, hadd áldjuk szent neved, mert mindenható vagy és örök szeretet. Nagy Isten a neved, ezt vallja föld és ég, csak téged illet tisztelet és dicsőség. Amen.